A székesegyházi Werner kórus előadásával kezdődött idén a Magyar Katolikus Kultúra napjainak ünnepélyes megnyitója. A rendezvény ezúttal a 70 éves Járdányi Paulovics István romkertet is ünnepli. Itt található Magyarország leghosszabb összefüggő mozaikja, most ez is külön figyelmet kap. A múzeumban a Dorfmeister képeken látható kövek vannak, római kori kövek, és ezeket a köveket ide hátoznak megint a Szalad Arenába, tehát az emberek a Dorfmeister festményeken láthatják a festményen a követ, és az eredeti pedig ott lenne alatta, úgyhogy szeretném, hogyha ez a projekt sikerül a tavasz folyamán. Ezt az együttműködést a jövőben is folytatnák a megye egyházi és világi vezetői. Számunkra, akik elhatároztuk ennek a rendezvény sorozatnak az elindítását, az volt a legfőbb célkitűzés, hogy megmutassuk az egész társadalomnak a katolikus egyház folyamatos jelenlétét a kultúra világában, és itt nem szeretnék egyetlen területet sem tudatosan kiemelni, hanem egyetemes kultúráról szeretnék szólni. A közös programok célja a közösségteremtés, a meglévő kapcsolatok erősítése, hangzott el az ünnepélyes megnyitón. Köszönöm szépen azt, hogy 5 évvel ezelőtt a püspöki konferencia létrehívta a Magyar Katolikus Kultúra napjait. Köszönöm szépen, mert így hivatalosan, intézményesen is büszkék lehetünk arra, hogy magyarok vagyunk, büszkék lehetünk arra, hogy magyar kultúránk van. A héten több program is lesz, szombaton például családi napon vehetnek részt az érdeklődők a romkertben.